Nagyon isten szép napot mindenkinek. Rávettem magam egy kuplungpedál kapcsoló cserére. Úgyhogy neki is ugrok. Közben itt a tárolóból meg kiveszek ezt-azt, amire szükségem lehet. És az Alfába kuplungpedál kapcsolót cserélek. Legalábbis ez a terv. Akkor most jön az utolsó tételünk. Kuplungpedál kapcsoló. Ez lövésem sincs, hogy hozzáférek-e. Hátra húztam az ülést, rakok ide magamnak térdepelni valót, és hát persze, hogy a fékpedálhoz gyönyörűen hozzá lehet férni itt a fékpedál kapcsoló. Kuplungpedál kapcsoló, az meg lövésem sincs, hol van. Nem is látom igazából. Drága búza kenyér. Ott van fent. Hát hogy lehet ahhoz hozzáférni? Ezt itt kibontom. Megnézzük, hogy látok-e bármit is. Az nagyon fent van az égbe. Semmit innen se. Hú, emberek, az lehet, hogy ott marad. Az lehet, hogy ott marad. És látszik a képen, hogy a kuplung pedál kapcsoló így folyamatosan így bent van. Nem jön így ki. Na jó, nézzük csak. Ez úgy működik, hogy felnyúlok, elfordítom, hogy felnyúlok, így van, ezt el kell fordítanom, és akkor felfele kijön. Elvileg. De ahhoz, hogy annyira be tudjak feküdni, ahhoz szerintem ki kell vennem az ülést, és akkor be tudok annyira feküdni, hogy fel tudjak nyúlni. Meg a kezemről leszántom a maradék bőrt, és akkor úgy jó lesz. Meg hát a kapcsol, vagy a izét, a csatlakozót is rárakni. Jó, ott biztos, hogy nem tudok kamerázni, úgyhogy az bocsássátok meg nekem. Durva. De el sem tudom képzelni, hogy azt ki lehet-e cserélni. Amúgy emiatt, a kuplung pedál kapcsoló miatt nem megy a tempomat. Amiatt bekapcsol a tempomat, világít, hogy zöld, meg minden, de mikor rányomok, hogy mi az majd tartsa a tempót, akkor már nem tudja tartani, mert azt hiszi, hogy én nyomom a kuplungot, és így nem kapcsol be. Ilyen egyszerű a dolog. Na jó, egy kicsit szenvedek, és akkor utána visszakapcsolok, hogy sikerült-e bármit is csinálnom. Na hát ennyi. Ennyi a probléma. Kijött. El kell forgatni, úgy, ahogy mondtam, de hát nem annyira egyszerű. Nem annyira egyszerű, úgyhogy elforgattam. Hát a fogóval. Ilyen fogó kell hozzá, csak hosszabb. Hogy ez a kis hegyes rész az hosszabb legyen. Alulról ezt a részét megfogjátok, csinálom a réginél, ezt a részét így megfogjátok, és akkor így izomból elkezditek tekerni. Ez, itt van egy ilyen kis akármi, egy ilyen kis biztosíték mind a két oldalt, de szóval erőbehatásra ez azért gyönyörűen így, hogyha jól meg sikerül fogni, akkor szépen el lehet tekerni, és utána kijön, ja felfele, bocs, utána kijön. Úgyhogy nyilván visszafele már csak kézzel berakja az ember, tik, az kész. És akkor össze is van rakva. Úgyhogy gyorsan összerakom, és utána meg majd menet közben majd bejelentkezek, hogy megy a tempomatom, mert egyenlőre nem megy.
de nyilván a kuplung pedált a állását azt figyeli. Amúgy ez lehet, hogy csak, ez nem hiszem, hogy el lenne törve, ez egyszerűen csak benyomott állapotból valami szétugrott és úgy maradt. Úgyhogy ez még lehet, hogy menthető ez a kapcsoló. Ez az a kapcsoló, amit be akartam rakni, és nézzétek, csak beesett. Beesett, vissza kellett bontanom, és visszaraktam a régit, amit megcsináltam. Majd mindjárt megmutatom, csak el kell szaladnom Robiért, fiamért az óvodába. Szerelési hiba volt, mert kuplung munkahenget cseréltek, és ahhoz a kuplung pedált meg kell bontani, és az a pöcök, ami ott van, az, ami nyomja a kapcsolót, hirtelen nagyon megugrik, mert van még egy ellenrugó, ami segít nyomni a kuplungot, ami ott van, az a rugó, és az nagyon megüti, és beüti a kapcsolót a helyére, az beugrik a fenébe, és onnantól kezdve nem működik. Úgyhogy a kapcsoló jó volt, csak az emberke, aki cserélte itt ezt a munkahengert, az elrontotta ennyiből. Igazából nem foglalkozott vele, észre se vette, csak nyilván a tulaj vette észre sokkal később, hogy a tempomat nem megy. Úgyhogy érdekes. Szóval a kapcsoló jó. És megnéztem, most ellenőriztem, mielőtt azért visszaraktam, hogy kapcsol-e a kapcsoló, és kapcsol szépen. Úgyhogy mikor így be van nyomva, akkor megszakítja az áramkört, mikor meg kijön, akkor meg zárja az áramkört. Úgyhogy ilyen egyszerű az egész. Ezt még nektek szétszedem, és akkor megmutatom, hogy mi volt a baja. Itt van a kapcsolónk. Megnézzük, hogy mit csinál most. Folyamatosan zárva van az áramkör. Na, ennyivel okosabbak lettünk. Be van nyomva ez a pöcök. Úgyhogy megpróbálom szétborítani. A saját kezembe is belenyomom. Itt szétugrott. Nézzük a másik oldalt. És itt is szétugrott. Ezt így szétszedjük. Ezt is szétszedjük. Ott van benne még egy rugó. Ezt fogja a zsír, ami benne van. Jó. Ezt itt kihúztam, ezt a műanyag pöcköt, most már sokkal kijebb van. És ott figyelni kell, hogy szépen belecsúszson a helyére. És szerintem így jó is lesz. És fordítva? Fordítva. Így.
Megnézzük most, mit csinál. Folyamatosan zárva van. Gyönyörűen működik. Mikor a kuplung, ez így fölfele van, mikor a kuplung normál helyzetben van, akkor folyamatosan egy picit nyomja így a kapcsolót, és miután kinyomtuk a kapcsolót, vagy na, kinyomtuk a kuplungot, akkor így a kapcsolót így elereszti, és zárja az áramkört, mint ahogy láttátok is, hogy akkor sípol, amikor így van. Szóval, amikor kinyomtuk a kapcsolót, na, még egyszer, kinyomtuk a kuplungot, akkor zárja az áramkört ez a kapcsoló. Nyilván amúgy a féknél is ez így működik, hogy akkor zár, mikor az ember nyom. Kuplungnál sem működik máshogy. Így innentől kezdve a motorvezérlő már tudja, hogy mikor nyomtuk ki a kuplungot és mikor nem. És a benyomott állapotban, amikor ez így be volt szakadva, akkor az volt a probléma, hogy folyamatosan zárva volt az áramkör, így azt hitte, hogy mi folyamatosan nyomjuk a kuplungot, és emiatt nem engedi a tempomatot használni. Mert a bármelyik pedálhoz hozzáér az ember, a fékhez, a gázhoz, vagy a kuplunghoz, azonnal leállítja a tempomatot. Ez ilyen... Na, muszáj egy ilyen biztonsági dolgot belerakni, nem az, hogy majd kézzel majd lekapcsolgatjuk, hanem egyszerűen bármelyik pedálhoz hozzáérünk, azonnal kikapcsol, és nem tartja a tempót. Na, menjünk vele. Nem ezzel, másik már bent van, úgyhogy menjünk az autóval, és akkor majd kiderül, hogy észrevette-e, hogy én ezt megcsináltam, és működni fogja a tempomat. Bár én nem vagyok egy nagy tempomatos, de ha egy dolog, vagy egy autóban van egy extra mondjuk, mert mondjuk ezt nevezzük extrának, akkor az működjön. Legalábbis jobb érzés, nem? Mert az a baj, nem szoktam használni a tempomatot. Na, jó van, vezessük egy kicsit. Na, emberek! Eljöttem az autóval, amúgy pont Tamáshoz megyek, és a Renaults Tamáshoz, és most vagyunk kint egy ilyen kis vidéki, úgymond vidéki úton, és akkor most megyek ilyen 80-nal, bekapcsolom a tempomatot, ott világít a kis zöld lámpa, és egy kicsit visszaveszem a tempót, és a lábammal nem nyomom a pedált, és gyönyörűen megyünk 80 valamennyivel. Működik a tempomat. Úgyhogy számítottam is rá, mivel találtam egy hibát, amiért nem működik a tempomat. Úgyhogy ki is kapcsolom, ennyi volt a boldogság. Nem igazán szeretem, hogyha nem én irányítok, vagy hát, hogy egy gép akar irányítani engem, az nem igazán csipázom. Na, az a lényeg, hogy minden rendben van. Hát nyilván láttátok, hogy az óracsoportnál itt karácsonyfa van, mert ott van egy cseklámpa, meg ott van egy égő kiégett. A cseklámpa az a katalizátor hatásfok, aztán meg amúgy az után gyártott lambdazonda se tetszik neki, teljesen normálisan viselkedik az autó, de a fűtőszálnak az ellenállása gyári értéken kívül van, és így dobja arra is a cseklámpát, hogy nem jó a fűtőszál. Holott meg jó, nyilván, mert biztos, mert új, csak az, hogy az ellenállás az kívül esik a határértéken. Na, szóval igen, a lámpa az meg azért ég, mert
mert a jobb oldali első fényszoróban a helyzetjelző kiégett, és hát erre például pont lusta vagyok, hogy ezt kicseréljem, pedig ki kéne cserélni, körbe kéne nézni az autót, hogy elaludjon az a lámpa. Hát ez van. Ez van. Na, úgyhogy találkozunk a következő részben. Lehet, hogy Tamásos lesz, lehet, hogy nem tudom még egyenlőre. Úgyhogy ennyi. Sziasztok!